Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér stúdiónk vendége, Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ma is beszélgethetünk egy kicsit Fehérvárról, és köszöntöm a kedves nézőket. Hogy szolgál az egészsége? Hiszen azért a fehérváriak láthatták, hogy az elmúlt hét az mondjuk a karanténba telt. Köszönöm szépen az érdeklődést, szerencsére jól vagyok, viszonylag kevés tünettel, és az is mondjuk úgy, hogy elég kicsit kismértékben jelentkezett csak, hogy az oltások tették szerencsére a dolgukat. Pár napig volt egy kis láz, egy kis nátha, egy kis fejfájás, majd vasárnaptól gyakorlatilag szombat éjfélig a karantén már tünetmentesen zajlott, úgyhogy otthonról dolgoztam, és hát talán itt elmondhatok, hogy miután kislányunk otthon maradt velem, mert ő is karanténba kényszerült, hiszen ő még nem kaphatott korábban életkora miatt oltást, ezért egy kicsit ilyen apalánya programot is tudtunk tartani ebben a néhány napban, de szerencsére jól vagyok. Én mindenkit csak biztatni tudok az oltás felvételére. Én közben és utólag is úgy érzem, hogy az, hogy nagyon enyhe tüneteim voltak, az oltásnak köszönhető elsősorban, és nem szerettem volna ezzel a vírussal oltás nélkül találkozni. Örülünk, hogy jól van. Hát közeledik az év vége, de még korán sincs vége a feladatoknak, hiszen a holnapi napon is közgyűlésre készül a város önkormányzata. Igen, ezzel fogjuk zárni közéletileg, azt hiszem, hogy az idei esztendőt Székesfehérváron. Hát az év egészét nézve azért önmagában az pozitív is jó, hogy ezt egy közgyűlés keretében tehetjük meg. Tehát újra lehet testületüléseket tartani, össze tudunk jönni, és a város legfontosabb ügyeiről a közösséget képviselő testület hoz döntéseket. Több mint 40 napirendet tárgyal majd a testület. Számos technikai jellegű napirend mellett a költségvetés idei utolsó módosítására kerül sor. Gyakorlatilag ezzel elkezdjük zárni az évet, szerencsére stabilan, biztonságos költségvetési keretek között tudunk pénzügyileg is zárni 2021-ben. Azért ez egy ilyen nehéz próbatételekkel telített esztendőben, azt hiszem, hogy szintén fontos eredmény. Mellette pedig döntünk részben fejlesztésekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások eredményéről, részben pedig a kiírásról. Utóbbi esetében már a középiskolai kampusz keretében újabb 6 iskolánál indítjuk el a vizes blokkra vonatkozó közbeszerzési eljárást, mert a vizes blokkok teljes felújítására vonatkozó eljárást, de például lezárjuk a városháza felújítására vonatkozót, ennek megfelelően pedig januárban elkezdődik a városháza felújítása, illetve energia korszerűsítése, ami körülbelül egy esztendőn keresztül fog zajlani. Ugye most már a tér környékén szinte minden épület, a múzeum, az Egyházmegyei Múzeum, a Püspöki Palota megújult, több lakóház is, társasház is, zajlik a köztársaság mozi felújítása, ahogy mondtam, szinte befejezéshez közeledik a rendház épülete, úgyhogy most már épít az ideje, hogy a városházával is foglalkozzunk, kívülbelül megújul, tetővel, homlokzattal, részben a nyilászárókkal, energiakorszerűsítés keretében pedig a belső udvarok irányába a tetőre napelemek elhelyezésével egy kicsit a 21. században is üzenünk már, hogy a város közösségi központi épületén is ott lesz már a legmodernebb energetikai, a leghatékonyabb módszerek egyike a napelem. Ugye említette, hogy 6 iskoláról ismét dönthetnek, hiszen egy hatalmas iskolafelújítási projekt zajlik, és zajlott itt most az elmúlt időszakban Székesfehérváron, mondhatjuk ezt talán. Azt hiszem, hogyha jól rémlik, ez a 40 milliárdos nagyságrend. Igen, és talán fontos is, hogy kicsit elemekként megnézzük ezt, hiszen valamelyik ebből városi forrásból kerül megvalósításra, mint például az Arany János iskola több ütemben történő megújítása, valamelyik éppen zajló fejlesztés, ilyen mondjuk a Kodály általános iskola bővítése, tornateremmel való ellátás részben felújítása, ezek folyamatban lévő beruházások, ugye nem régen zárult a Szent Imre általános iskolának a bővítésre felújítása, zajlik a Ciszter gimnázium felújítása, és szerencsére a második ütemet sikerült előrehozni, és több tanterem kiépítésére még kiegészítő forrást is adott a kormányzat, ami azt jelenti, hogy ez tehermentesíteni tudja a város által indított programokat, és az a közel 2 milliárd forint, amit így kapott a Ciszter gimi, így azt más iskolákra tudja maga a város fordítani, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is pozitív. A középiskolai kampusz is, amiről többször beszéltünk, kicsit átdolgozott formában, de megkapta a zöld lámpát megemelt finanszírozással, tehát a korábbi 15,8 milliárd forint, ami egyébként itt van a város számláján, tehát ez nem ígéret, hanem pénzügyi teljesítést is megtette. Igen, a kormányzat részére. Volt a közösségi oldalon. Itt van a pénz a város bankszámláján.
tehát ezt tudjuk használni, de ezt most megemelt az a kormány további több mint 3 milliárd forinttal. Mi fog ebben történni? Vasvári gimnázium felújítása a jelenlegi helyén történik meg, és részben bővül majd egy tornacsarnokkal, ez körülbelül egy 6 milliárd forintos összberuházást jelent. A Tóparti gimnázium Kodolányi János középiskola felújítása megtörténik 2,5 milliárd, illetve 4,5 milliárd forint értékben. Az IBLE épületét nem kell lebontani, hanem a statikusok megállapítása alapján fel lehet újítani, így hozzá tudjuk kapcsolni a Kodolányi középiskolához, ami azt hiszem, hogy egy szép bővítési lehetőséget biztosít. Ez három nagy intézmény, amit teljes felújítással tudunk, azt hiszem, hogy hosszú évtizedekre vonatkozóan rendbe tenni, és mellett elindul két fontos tervezési feladat, Teleki részben bővítése, részben tetőtérbeépítése, valamint a zeneiskola jelenlegi épületében történő felújítása, és ennek a pláza irányába megnyújtásával egyfajta második színházteremnek a kiépítése. Erre a két beruházásra, a tervezési költségekre szintén megkaptuk a zöld lámpát és a pénzügyi forrást, ami azt hiszem, hogy megint egy fontos előremutató lépés, és 15 iskolánál pedig kisebb-nagyobb felújításokat tudunk végezni, hol vizes blokkokat felújítani, hol mondjuk a Kodály iskola esetében 500 millió forintból az a homlokzat felújítás is megtörténik, ami most zajló felújítási programnak nem része. Tehát ez így azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon szép blokk. De emellett, ez körülbelül egy ilyen valamennyivel több mint 20 milliárd forint az összértéket tekintve, mellette még van egy 1,5 milliárd forintos energetikai fejlesztés, óvodákat, iskolákat érint, több mint 10 intézményt. Ennek ugye már a kivitelezési közbeszerzése zajlik, jövő év elején fogjuk tudni zárni, tehát ott is már a kivitelezési munkák kezdődnek meg. Ugyanúgy, mint a Tópartinál, a Kodolányinál és a Vasvárinál is megkezdődnek már 22-ben a kivitelezési munkák, ezt is amit szoktuk megkapni, hogy na de mikor lesz ebből látható munka. Látható munka lesz mindegyiknél 22 első negyed évébe, fél évébe már ezek megindulnak, és az egész évben, illetve 23-ban, 24-ben fog minden befejeződni, mert hogy a tankerület és a szakképzési centrum is dolgozik egy-egy nagy fejlesztési programon, ami további jelentős forrás. Ez így együtt adja ki ezt a körülbelül megközelítőleg 40 milliárd forintot. Hát ha ezt a következő mondjuk 3-4 évben tényleg rá tudjuk költeni az intézményekre, és azt hiszem, hogy erre minden reményünk megvan, minden kormánydöntés megvan. Ugye Varga Tamás képviselő bejelentette, hogy a mostani kormányzati kereteknek a korlátozása semmiben nem érinti a fehérvári fejlesztéseket, tehát valamennyi fehérvári beruházásra a megítélt forrásokat időarányosan a város lehívhatja. Azt hiszem, hogy ez is egy fontos dolog. Akkor ez az iskolák esetében azt fogja eredményezni, hogy az iskola, a rendszerünk infrastrukturális és eszközpark tekintetében jelentősen megújul, mert ezért tegyük hozzá, hogy itt nem csak önmagában épületeket újítunk meg, helyezünk rá különböző energetikailag hatékony megoldásokat, hanem sok esetben az eszközparkra is fordíthatunk, tehát a belső mondjuk úgy, hogy tartalom is megújul. De van Európai Uniós forrás, van kormányzati forrás, és lesz mondjuk az okos tantermek folyamatos bővítésénél pedig városi és azon belül önkormányzati forrás is. Ugye az is többször fölmerült, amit én annyira nem nagyon értek, hogy ha most itt végignézzük az iskolákat, akkor szerintem ebben kettő darab egyházi intézmény volt. Tehát, hogy nem egyházi iskolák felújításáról szól ez a program. Nem, de az egyházi iskolákban is fehérvári gyerekek vannak, vagy szerintem. Fehérvár környéki gyerekek járnak, Fehérvár és környéken élő tanárok tanítanak, emberek dolgoznak, tehát én magát a felvetést sem tudom igazán értelmezni. Én sem értem, csak a közösségi oldalon. Egyébként ez fölmerült, de amiket én felsoroltam iskolákat, az a Szent Imre és a Ciszter kivételével kizárólag állami fenntartású, vagy alapítványi fenntartású iskolát érint. Tehát azt is mondhatnánk, hogy mind a három fenntartási típusból van benne példa, van egyházi, a legtöbb az állami fenntartású oktatási intézmény, és van alapítványi fenntartású is, ugye ez a Kodolányi János középiskola, aminek ugye az egyetemhez van szoros kötődése. Tehát szerintem ez is mutatja, hogy az a törekvés, hogy minden területen lehessen fejlődést fölmutatni és érzékelni, az szerintem ebből az oktatásfejlesztési programból egyértelműen látszik, és én nagyon-nagyon pozitívnak tartom. Fontos mai esemény volt egy bejárás, hiszen a Maroshegyi bölcsivel kapcsolatban, mert azért konkrét lépések történtek meg.
Igen, ott túl vagyunk a tervezésen, engedélyeztetésen, közbeszerzésen, úgyhogy a kivitelező elkezdte a munkát, munkaterületet átadtuk, ma Törő Gáborral és Brájer Éva képviselőasszonyjal, illetve képviselő úrral bejártuk az építkezést, hát ugye ott volt a tévéstábja is, úgyhogy láthatta mindenki, hogy óriási földmunkákkal megkezdődött a kivitelezés, körülbelül egy év alatt fog befejeződni és fölépülni ez a 4 csoportos bölcsöde. Mindegy bruttó 900 millió forintos összköltségből, ami ott a Harmatos Föld környékén élőket, a Sóstó 1-2 városrészben élőket, Maroshegy, illetve a környék településein élőket is meg fogja tudni szólítani. Nagyon sok fiatal család, kisgyerekes család költözött a környékre. Szerintem az egy jó eredmény és fontos eredmény, hogy nekik nem kell mindenért beutazni a város belső pontjaiba, a reggeli vagy délutáni csúcsforgalomban, hanem csak átsétálnak a kisgyermekkel, és egyébként egy vadonatúj, korszerű, és azt hiszem, hogy majd, ha a megjelenésében látjuk megvalósulni, akkor látható lesz, hogy igazán gyerekbarát intézménybe tudnak járni. Hogyha már a földmunkákról szót ejthettünk, akkor hát azt is láthatták itt az elmúlt időszakban, meg tapasztalhatták is a fehérváriak, hogy a multicsarnoknál is megkezdődött ez a munka. Igen, és talán itt is fontos egy kicsit, mert itt is érkeztek, bár rengeteg, és inkább ez volt a jellemző. Mártorral például nem építene multicsarnokot, ezt is tudjuk. A jellemző az volt, hogy örülnek az emberek, de azért érkeztek kritikák, ezért két dolgot szerintem fontos megemlítenünk. Egyrészt, ha csak egy beruházás valósulna meg a városban, akkor mi se ezt választottuk volna. De hát itt beszélünk 10 perce különböző fejlesztésekről, és akkor a kórházfejlesztésről, szegfűrendelő intézetről, utakról, járdákról, új autóbuszokról és sorolhatnánk, még nem is beszéltünk. Tehát szerintem sok-sok fejlesztés között igenis helye van egy új közösségi térnek, ha komolyan gondoljuk, hogy egy város közösség. Márpedig én hiszek abban, hogy egy várost erőssé igazán a közösségi életet tud tenni, ebbe a sport és a kultúra kiemelt szerepet kell, hogy kapjon, ehhez viszont olyan terek kellenek, ahol ezt az emberek meg tudják élni. És a második fontos megjegyzésem, hogy pár nappal ezelőtt Szeged városában átadásra került a szegedi aréna, amelyik egy körülbelül ekkora, sőt még egy kicsit ennél nagyobb létesítmény. Én nagyon örültem neki, és annak is örültem, hogy Botka polgármester úr örömét fejezte ki, köszönte a fejlesztést, és a város életében kiemelkedően fontosnak minősítette. Tehát én azt kérem, hogy akkor mindenki legalább a hozzá közel álló közéleti szereplőkre figyeljen oda, mert szerintem egy fehérvári polgár az nem másodrendű polgár egy szegedihez, egy veszprémihez, egy győrihez, egy tatabányaihoz, egy budapestihez képest, márpedig ezekben a városokban megvannak ezek a multifunkcionális terek. Én nagyon örülök annak, hogy Fehérváron is meglesznek, és egy koncertért nem kell mondjuk elmenni Veszprémbe, egy vásárt meg tudunk tartani, mondjuk Budapest helyett inkább azt ide fog jönni egy orvoskonferencia, ez gazdasági erővel bír, ehhez nyilván turisztika fog tudni társulni, esetleg szállodák fognak tudni emiatt épülni, világeseményeket lehet itt tartani, és hát nem utolsó sorban, ugye a jégkorong csapat és annak szurkoló tábora szerintem megérdemli, hogy végre korszerű keretek és körülmények közé kerüljön, és hát egy nagyon fontos közlekedési csomópont kialakítása és úthálózati bővítési program eleme is van ennek a beruházásnak, hiszen az Alba ipari zónát, ahol több ezeren dolgoznak ma már, és egyetlen egy be- és kijáraton lehet közlekedni és ezt megközelíteni. Mindenki tudja, hogy reggel, délután, műszakváltáskor, este milyen problémák vannak a közlekedésben. Ez most össze lesz kötve a Budai úttal is, aminek nagyon-nagyon örülnek, egyébként a tekintetben rengeteg kérdést, pozitív észrevételt kapunk, hogy tényleg megvalósul, és ez nekik mekkora segítség, és onnantól kezdve az autóbuszt közösségi közlekedésként be fogjuk tudni vinni a Budai útról is. Ez is ennek a beruházásnak a része. Átadtuk a munkaterületet, elkezdődött a munka, nagyon nagy erőkkel hamarosan most már a cölöpözés is elkezdődik, ami ugye az alapozáshoz kapcsolódik, és egy szép emblematikus épülete fog épülni Székesfehérvárnak úgy, hogy ez Fehérvárnak egyetlen egy forintjába sem kerül. És talán ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy most a napokban jött ki, azt hiszem talán az Indexen, hogy Fehérvár ott van a legélhetőbb települések között a top 3-ban. Igen, ami azt is jelenti, hogy még van kit megelőznünk, de azt is jelenti, hogy tényleg az élhetőség, életminőség tekintetében Fehérvár egy jó hely, és hát hogyha mondjuk megnézzük, hogy az éppen napokkal ezelőtt bejelentett óriási 32 milliárd forintos beruházása a hidrócégcsoportnak,
ami a világban 40 helyen ott levő cég esetében mégis azt a döntést eredményezte, hogy nem Szlovákiába, nem Romániába, nem a világ másik végébe viszik ezt az óriási beruházást, hanem ide hozzák Fehérvárra. Ez is azt mutatja, hogy ez egy prosperáló környezet. A világ bármely pontjából felvesszük a versenyt. Vannak kihívások előttünk, ezeknek meg kell felelni, de hogy élhetőség szempontjából és jövőkép stratégia szempontjából ez egy nagyon jó lehetőségekkel bíró város. De ez nem csak a jövő, hanem azt hiszem, hogy sok tekintetben a jelenben is így van. Még egyszer hangsúlyozva, hogy egy nagyváros életében mindig van kihívás, mindig van megoldásra váró probléma, mindig van nehézség. De az összefogás e tekintetben működik, akkor látszik, hogy milyen eredményeket lehet elérni, nem csak a hazai, hanem a nemzetközi versenyben is helytállva. Hogyha már az összefogásnál tartunk, akkor ugye nagyon fontos, talán ez is egy fontos feladat egy városnak, hogy ismételten emelik majd a 65 év feletti fehérváriak egyszeri juttatását. Ugye itt a nyugdíjasokról beszélünk, 2500 forintra. Ez sokakat érdekelt ez a bejelentés. Ugye több mint 20 ezer embert érinthet ez a döntés Székesfehérváron, és az elmúlt 3 évben az a tapasztalatunk, mióta ezt a juttatást bevezettük, hogy olyan 19-20 ezeren igénybe is veszik ezt. Így volt ez az első évben, és így volt a következő esztendőkben. Ugye elmondtuk, hogy amikor ezt bevezettük, hogy a minden évben el kell döntenünk, hogy az adott gazdasági teljesítmény lehetővé teszi, hogy a következő évben élünk ezzel a támogatási lehetőséggel, hiszen ehhez senkitől nem kapunk forrást, ezt a városnak magának kell kigazdálkodnia, és nagy öröm, hogy most azt a döntést tudjuk meghozni a gazdaság teljesítményének köszönhetően, és ami fontos, az ott dolgozók munkája eredményeképpen, hogy azoknak, akiknek ennek a városnak az alapjait köszönhetjük, akár ennek a gazdasági erős, gazdasági háttérnek az alapjait is, azok ebből valamilyen juttatást kapjanak, és nem csak azt a döntést tudjuk meghozni majd hivatalosan január végén a költségvetés elfogadásakor, hogy biztosítjuk az 5000 forintot, hanem azt, hogy megemeljük 7500 forintra. Viszont az a kérésem mindenkihez, hogy most ne januárban nyújtsa be a kérelmet, hanem február 1-jét követően, mert januárban még csak az 5000 forintot tudjuk biztosítani, hiszen jelenleg arról szól a rendelet, a költségvetéssel együtt tudjuk ezt megemelni 7500 forinttal, ezt meg fogjuk tenni január utolsó napjaiban, és február 1-től már így lehet majd benyújtani. Tehát akkor februárban érdemes benyújtani a kérelmet. Én azt kérem, hogy februárban, de ha valaki úgy dönt, hogy majd csak májusban, vagy csak júniusban, azt is megteti. Sőt, volt olyan kérdés, aki most tudta meg, hogy van ilyen, és az idei támogatást kérheti-e? Igen, kérheti, de nyilván most 5000 forintot fog kapni, de erre is van lehetőség. Tehát egész évben igényelhető ez a kérelem, és aki évközben tölti be a 65. életévét, az azt követően szintén igényelheti, hiszen valaki, nyilván nem január 1-én született mindenki, az év későbbi időszakában is van erre lehetőség. Alapvetően mi ezt egy gesztusnak szánjuk, és egyfajta köszönetnyilvánításnak még egyszer ez a több mint 20 ezer embernek, aki nélkül nem beszélhetnénk arról, hogy Fehérvár az egyik legmagasabb életminőséget produkálni és biztosítani tudó nagyváros lenne Székes vagy Magyarországon. Aztán, hogyha az elmúlt időszakot nézzük át, mert ilyenkor a köztérben mindig erre is szoktunk biztosítani lehetőséget, az is egy fontos dolog volt, hogy egy lakossági tájékoztatót tett közzé a közösségi oldalán a drasztikusan megemelkedett energiaárak kapcsán. Ez mit takar? Hát azt szép, jelenti, gondolom. Nyilván mindenki hallja, olvassa, látja, hogy az energia tekintetében és az energiaárak tekintetében milyen, hát néha vagy nyugati viszonyok vannak a világban, ugye ez nem egy magyar jelenség, pláne nem egy fehérvári jelenség, ez most a világpiacon megnyilvánuló, hát mondjuk úgy, hogy teljesen kiszámíthatatlan piaci folyamatokat jelenti, amik olyan drasztikus emelkedést okoznak az áramnál, villamosenergiánál, illetve a gázárnál, amik nagyon nehéz helyzetbe hozzák a közszolgáltatókat, hozzátéve és hangsúlyozva, háromszor aláhúzva, hogy ez a működésüket és annak biztonságát nem befolyásolja, a szolgáltatást nem befolyásolja, és a rezsicsökkentésnek köszönhetően az embereket, a családokat közvetlenül nem érinti. De
tudni kell azért, a városi cégeket érinti, és ezek a városi cégek 100%-os önkormányzati tulajdonban vannak, közösségünk tulajdonában vannak, azért tettük nyilvánossá ezeket az adatokat, mert joguk van tudni az embereknek, hogy a közvetetten tulajdonukat jelentő fűtőerőműnél, Fehérvíznél, Széphőnél, egyáltalán magánál, a depóniánál mi hogyan jelenik meg. A két leginkább érintett cég az a Széphő, ott a villamosenergia tekintetében, illetve a gáz vonatkozásában ez egyaránt jelentkezik, valamint a Fehérvíz. A Széphőnél a gázév, tehát október 1-én indul mindig a gázév, ennek az elindulása után a kereskedő az gyakorlatilag október végén felszerette volna mondani a szerződést, ez ugye más városban egyébként azóta megtörtént, és szerencsére meg tudtunk állapodni ezzel a céggel, de ott van egy árnövekmény, ami több 100 millió forint, ezt kezelni kell tudni. Részben akkor lehet, hogyha a másik oldalon a gázmotorok által termelt és eladható villamos energiát, pedig az E.ON egy magasabb áron vásárolja meg, egyelőre korrektül zajlanak a tárgyalások, úgyhogy én bízom benne, hogy ez így fog megvalósulni, ez csökkenti a Széphő veszteségét. Így összességében elmondható, hogy ott nem csak a szolgáltatás minőségét, hanem a cég működését sem fogja igazán ez befolyásolni. A Fehérvíznél is a szolgáltatás biztonságban van, a cég működése szintén, de hát ott meg egészen kaotikus viszonyok alakultak ki a villamosenergia tekintetében, és el lehet mondani, hogy nagyjából háromszoros az a ár, amiért be lehet 2022-re szerezni a villamosenergiát 2021-hez képest. Ez azt jelenti, hogy jóval több mint 1 milliárd forint csak a többletköltsége a Fehérvíznek, amit 22-ben el kell szenvedni. Ezért én azt kezdeményeztem, egyébként azóta már több polgármester kollega ehhez csatlakozott, hogy vagy emeljük be a rezsicsökkentett ár védő szárnyai alá a közszolgáltató önkormányzati cégeket is, és ezáltal alacsonyabb áron tudjuk beszerezni ezeket a fontos alapanyagokat, ha szabad így fogalmazni, vagy pedig az állami támogatási struktúrában és rendszerben ezek a magasabb árak legyenek elszámolhatók, azaz magasabb támogatást kapjunk. Folynak az egyeztetések, tárgyalások, én reménykedem abban, hogy a következő év elején jutunk valamilyen megoldásra. Többen föltették, de hát ezek a piaci körülmények. Hát én azért nem örülnék annak, hogyha Fehérváron hirtelen sok-sok 10%-kal kellene egyik pillanatról a másikra a vízdíjszámlát, vagy a villamosenergia számlát, vagy a távfűtés számláját, melegvíz számláját megemelni. Aki azt mondja ma, hogy ne legyen rezsicsökkentés, és arra nincsen szükség, az valójában viszont erre tesz javaslatot. Mi pedig azt mondjuk... Meg ez nem nézi meg a számla alján azt mondjuk, az összeget, hogy egyszerűen jelenleg ez nem felvállalható, ez egy nagyon komoly szociális problémát okozna, és tegyük hozzá, hogy az amúgy is magas inflációt tovább és jelentős mértékben emelné, márpedig 22-ben éppen azon dolgozunk a kormánya, a minimál béremelés, garantált bérminimum emelés, egyáltalán a béremelések, hogy reálbér értéke nőni tudjon, dacára az inflációnak, vagy a nyugdíj értéke nőni tudjon reál értékben is 2022-ben, és ennek egy eleme a rezsicsökkentés, vagy egyébként az is, hogy Fehérvár 22-ben sem vett ki magánszemélyeket terhelő helyi adót. Ez mind-mind egyfajta biztonságot jelent a családok mindennapi megélhetése tekintetében. Itt műsorunk végén még egy fontos dolgot mindenképpen szeretnék megemlíteni, hogy a 2022-es évre különleges programokkal készül Székesfehérvár. Igen, és tegyük hozzá, hogy itt most nem az országgyűlési választásokra gondolunk, igen, mert ugye az igen. is 22-ben lesz, és hát valljuk be őszintén, hogy egy kampány az nem szokott mindig jót tenni egy város közösségének. Lehet, hogy rá fogja nyomni a hangulatát. Ezúttal is arra kérem a kampányban résztvevőket, az induló jelölteket, hogy a város köznyugalmát ne veszélyeztessék, mert hát ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Én úgy látom, igen, nyilván ebben próbál ebből a polgármester kimaradni, de hát itt a mai beszélgetéseink is egyértelműen mutatják, hogy nagyon sok folyamatban lévő programja van a városnak. Szerintem érdemes azoknak a támogatására koncentrálni, akiknek ezt köszönhetjük, és akik garantálják és garanciát jelentenek, hogy így fog ez zajlani 22 tavaszát követően is. De amire nagyon kell törekednünk, hogy azon a nem tudom melyik áprilisi nap, vasárnapon majd meg lesz a választás, másnap pedig
ugyanúgy fölkel a nap, és mi ugyanúgy ennek a városnak leszünk polgárai. Tehát nem okozhatunk egymásnak olyan sebeket, hogy ne tudjunk együttműködni a tág értelembe vett közéletben, vagy akár a munkahelyeken, vagy a baráti közösségekben a választások másnapján, bármi is legyen a választásoknak az eredménye. Úgyhogy én mindenkit arra kérek, hogy a verseny legyen korrekt, a demokráciának legyen valódi ünnepe a kampány és a maga választás napja, és mutassuk példát akár az országnak politikai kultúrából itt Székesfehérváron. De ami szerintem egy jó lehetőség, hogy ez a nem könnyű időszak tekintetében, ezt tudjuk azért majd valamivel árnyalni, aztán pedig túllépve a közösséget erősíteni, hogy van egy csodálatos történelmi korszakunk és egy történelmi múltunk, ennek pedig egy jeles évfordulója közeledik 22. január 1-ét látván, ez pedig, hogy 1222-ben, tehát jövőre lesz 800 év annak, hogy itt Fehérváron kibocsátotta II. Endre az aranybullát, ezt egyébként aztán 1231-ben megerősítették, mi pedig 2022-ben erre emlékezni fogunk. Ez egy olyan dokumentum, ami nyilván a jogtörténetben is egy fontos okirat, nem csak Magyarországon, hanem a világ jogtörténetében is, hiszen a Magna Carta utáni gyakorlatilag második ilyen dokumentum. Nagyon fontos kötelezettséget ró a királyra, mégpedig, hogy itt Fehérváron meg kellett hallgatni a évről évre az emberek mindennapi problémáit, panaszait, és ami szintén benne van az aranybullába, hogy a Szent Király, az a Szent István napját itt Fehérváron kell megünnepelni. Ez csak úgy üzenet a mának, hogy ha komolyan vesszük az aranybullára való emlékezést, akkor ne felejtsük ezt az ünneplési feladatot és felelősséget is. De egy ilyen emlékév szándékaink szerint hasonlóan, mint 2013-as Szent István emlékév, szerintem lehetőséget ad arra, hogy a közösséget erősítse. Úgyhogy pályázatokat is hirdetünk, várjuk a jelentkezőket, közösségeket, civil szervezeteket ötletekkel, rendezvényjavaslatokkal, könyvkiadványokra tett javaslatokkal, és ha egy év múlva beszélgetünk majd erről a kérdésről, remélem, hogy egy nagyon szép és lokálpatrióta érzést erősítő, büszkeségtudatot erősítő évet fogunk tudni majd zárni. Köszönöm szépen, legyen így. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Kellemes időtöltést, viszontlátásra!